Miután az Európai Bizottság elfogadta az új menekültügyi paktumot, a téma európai biztosai már be is mutatták a sajtónak a paktum közös végrehajtási tervét, amely alapján a tagállamoknak januárra kell elkészíteniük nemzeti terveiket. A cél az, hogy 2026. június 12-én hatályba tudjon lépni a csomag. Egy friss jelentés szerint 2,5-szer annyi menekült él idén a világban, mint 2000-ben. Gábor folytatja a témát. Gönczi Róbert, a Migráció Kutató Intézet elemzője a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mennyire optimista várakozás ez, hogy 2026. júniusában hatályba tud lépni? Hát amennyiben a bizottság felállása körülbelül hasonló lesz, mint a legutóbbi bizottságnak a felállása, ami még ugye jelentősen függ attól, hogy milyen felállású lesz végsősorban az Európai Parlament, ahol még szintén nem látjuk, hiszen rendkívül nagy a mozgás, hogy melyik képviselő végül milyen pártcsaládba fog tartozni, és kit fog ezáltal támogatni, hogy tagállami szinten bizottsági tagként jelöljék. De amennyiben mondjuk egy ilyen hasonló, centrista felállású bizottságot tudunk elképzelni, abban az esetben elképzelhető, hogy ez a 2026. június 12-i dátum, amit megadtak az Európai Tanácsnak a honlapján, ez elképzelhető. Itt a valódi kérdés továbbra is az, hogy mi lesz végső soron az, amit a migrációs és menekültügyi paktum megkíván oldani. Hiszen összességében, hogyha felmegy az ember az Európai Tanácsnak a honlapjára, és elolvassa részletesen ezt a 10 építő elemből álló tervet, amit megosztott Ylva Johansson belügyi biztos és kollégáinak gyülekezete, akkor azt látjuk, hogy ez mind a migráció menedzseléséről szól, a bevándorlásnak a korlátok közé helyezéséről és a határvédelmi mechanizmusoknak az egységesítéséről, mint arról a központi fundamentális kérdésről, hogy mit kíván az Európai Unió megoldani a bevándorlás problémájával kapcsolatban, ami a valódi kérdés lenne, amit fel kéne tenni az Európai Bizottságnak. Nekem ez a kérdésem, tehát visszafordítom a dolgot, hogy mi az, amit nem akar megoldani ezzel a migrációs paktummal. Mondjuk így, hogy az Európai Unió, de hát tudjuk, hogy ez az előző garnitúra, a döntéshozó testület, ugye a menekült kérelmek határon kívüli, Európai Unión kívüli elbírálása lenne a kérése a kritikus tagállamoknak, és a határvédelem egységes szigorítása, és hát ez a paktum erre nem alkalmas, ezt ön is így látja. Úgy mindenféleképpen szükségesnek kiemelni, hogy az előző garnitúra kifejezéssel óvatosan bánnék, ugyanis azáltal, hogy bár igaz, a szocialisták és demokraták, illetve a Renew Europe is csökkent, ugyanakkor azt látjuk, hogy az Európai Néppárt az utóbbi időben rendkívül megszívta magát, és valószínűleg még több képviselővel túl fog tudni felállni az Európai Parlamentbe, egy nagyobb eséllyel tud majd delegálni biztosokat ezekből az országokból, ami mindenféleképpen azt indítványoz elő, hogy egy hasonló felállású bizottságra lehet számítani, akár még ugyanazokkal a biztosokkal is, mint akik az előző terminusban szolgáltak. Viszont azt látjuk, hogy a jelenlegi bizottságnak semmiféleképpen nem állt szándékában az, hogy az alapvető kérdésre próbáljon meg választ adni, hogy végső soron mit kezdjen Európa azzal az egyre növekvő nyomással, azzal az egyre több érkező emberrel, amit folyamatosan tapasztalunk, már pedig folyamatosan tapasztalunk, hiszen a tavalyi év és az idei év is olyan számokat produkál, bevándorlási arányokat hív elő, amikre nem láttunk példát 2016 óta, sőt valószínűleg, hogyha nem lett volna egy koronavírus járvány időközben, valószínűleg végig hasonló eredményeket láttunk volna, és azt látnánk, hogy folyamatosan az Európai Uniót körbevevő régiókból, és jellemzően még azon kívül is destabil régiókból, vagy gyengébb gazdasági teljesítménnyel rendelkező régiókból folyamatosan érkeznek az emberek, és erre tagállami szinten kell megoldást nyújtaniuk majd az Európai Unió tagállamainak. De minden elemzés egybevág a tekintetben, hogy ezek a számok, amelyeket ön most rekordként említett, még mindig sehol nincsenek ahhoz képest, ami majd 10-15 év múlva jön, klímaváltozás, a környező országok, az észak-afrikai területeken, a politikai instabilitás, az ottani életkor tekintetében, hogy milyen életkorban, milyen erőben vannak ezek az emberek, hogy tudnak majd az utazáshoz hozzáférni, tehát hogy Európa egy vonzó célpont marad, és itt évtizedes távlatokban láthatunk előre. Tehát ez nem fog változni. Ez semmiféleképpen nem fog változni. Ugye az ENSZ-nek vannak előrejelzései, a Nemzetközi Migrációs Szervezet nemrégiben osztott meg egy dokumentumot azzal kapcsolatban, hogy a 2000-es évek
eleje óta hogyan növekedett folyamatosan a kibocsátó régiók, teszem azt szubszaharai Afrikának, a Közel-Keletnek, Közép-Ázsiának, hogyan növekedett folyamatosan a kibocsátó képessége, és köszönhetően többek közt a gazdasági helyzet stagnálásának, a klímaváltozás következményeinek, vagy akár az egyre destabilizálódó országoknak köszönhetően, hogyan növekszik ez folyamatosan, és fog még növekedni az elkövetkezendő 10 évben is. Nézzük a Magyarországra kivetett büntetést. Hogy értelmezi ezt ön, és mit szól ahhoz a mondathoz Zsigmond Barna Pál nyilatkozata, miszerint az uniós bíróság ítélete minden eddiginél durvább támadás? Ugye itt a büntetéssel kapcsolatban azt szükséges megfogalmazni, hogy egyrésztről maga a migrációs és menekültügyi paktum is egy tranzitzóna rendszer felajánlását javasolná. Nyilván nem pontosan ugyanolyan megközelítésben, mint ahogy azt a magyar kormány tette, egy kicsit ineffektívebb a megközelítés, ugyanis azt javasolja, hogy mielőtt tranzitzónába helyeznék az embereket, legyen egy 5-7 napos elővizsgálati időszak, ahol továbbra is biztosítva lenne a szabad mozgás ezeknek az embereknek. Most ennyi időszak bőven elég ahhoz, hogy valaki, aki jogosulatlanul szeretne az Európai Unió területére jönni, felszívódhasson a Schengeni övezeten belül. Ugyanakkor azt is szükséges kiemelni, hogy nem Magyarország volt az egyetlen, aki az Európai Uniós tagállamok közül alkalmazta az általunk, a magyar kormány által és Magyarország által tranzitzóna rendszernek nevezett rendszert, hanem többek közt a balti államok is alkalmazták, ott a fogvatartás alternatívájaként használták jogi terminusban ezt a megközelítést, hogy amíg ki nem derül, hogy az illető, aki szeretne az Európai Unió területére belépni, jogosultan szeretne belépni az Európai Unió területére, addig egyfajta fogvatartásban kell részesíteni, hiszen könnyen nemzetbiztonsági fenyegetést is jelenthet, mint ahogy láttuk ezt a 2015-ös események kapcsán is. Vagy, és ezt Magyarország is javasolja, meg mások is javasolják, hogy ennek a kérdésnek, hogy valaki beléphet-e az Európai Unió területére, mint leendő állampolgár, mint leendő munkavállaló, tehát hogy erre jogosult-e, az az unió határain kívül is kiderülhet, hiszen Magyarországnak is vannak nagykövetségei, Szerbiában is oda be lehet sétálni, be lehet adni a kérvényeket. Ezt a megoldást javasolja ugye Magyarország, de ezt miért nem hallják Brüsszelben? Valóban, és ezzel kapcsolatban van egy egyre szélesedő európai koalíció, hogy ki kéne szervezni a menedékkérelmi eljárások egészét az Európai Unió határain kívülre. Gondolok itt például Olaszország Albánia tervére, vagy az unión kívülről érkezően immáron az Egyesült Királyságnak a Ruanda tervére, ami mindazt indítványozná, hogy amíg nem tudjuk, hogy azok a személyek, akik szeretnének az Európai Unió területén tartózkodni, jogosultan szeretnének az Európai Unió területén tartózkodni, addig ne léphessenek be annak az Európai Uniónak a területére, ahol nagyon könnyen felszívódhatnak, és ahonnan az ő kitoloncolásuk közel lehetetlen. Köszönöm a szakértelmét, Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője. Köszönöm szépen.